Az A&B többnyelvű összművészeti alkotóműhely 80 tanítványának alkotásaiból nyílt tárlat augusztus 9-én az Agria Parkban. A következő percekben a kiállítás megnyitóján készült összeállításunkat látják, amelyet augusztus 30-áig tekinthetnek meg az érdeklődők. Az A&B összművészeti alkotóműhely tanítványainak most már évek óta hagyomány, hogy itt az Agria Parkban kiállítást rendezünk. Ez most az évvégi, a táborok utáni született alkotásokból áll össze. Hát Beáék ugye már több mint 4 éve hozták létre ezt az alkotóműhelyt, és én csak nagy elismeréssel tudok róluk beszélni, hogy ezt a nagyon nehéz feladatot felvállalták, hogy a művészeti munkájuk mellett gyermekek művészeti nevelésével is foglalkoznak, és mint köztudott, a 3 évestől a 80 évesig bárki megjelenhet ebben a műhelyben, és az ő iránymutatásukkal tanulhatnak, segíthetnek. Úgy tudom, hogy egyetemre is készítettek fel fiatalokat, sikeres felvételt nyertek, úgyhogy csak gratulálni tudok a munkájukhoz. Az AB többnyelvű összművészeti alkotóműhely tanítványainak a válogatásából láthatunk itt egy kiállítást. Most nincs itt minden diákunk, tehát van kb. 80 tanulónk, ebből olyan 70, aki még most intenzíven jár hozzánk, mert ugye többen már vagy kifutottak, mondjuk úgy, hogy egyetemre felvették őket, vagy pedig már egészen más felé járnak, ki tudja. Itt nyáron elég nehéz volt összehozni ezt a válogatást, úgyhogy most 40 diáknak a munkáiból van, majdnem 60 kép. És nagyon sok technikával készültek a munkák. Ugye nekünk nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek megtanítsunk minden lehetséges technikát, hogy az ő kívánságaikat, a fantáziavilágukat ki tudják bontakoztatni. Tehát, hogy mindig a képüknek megfelelően, amit szeretnének létrehozni, ki tudjuk választani ahhoz megfelelő technikát. Említetted az egyetemet, úgy tudom, hogy felkészítést is, vagy valamilyen féle felkészítést is vállaltok. Ez hogyan működik nálatok? Igen, évközben elsősorban építőművészek, mérnökök, gépészmérnökök jöttek eddig hozzánk, akik ilyen szakokra akartak tovább menni, tovább tanulni, és eddig 5-ből 4-et fel is vettek, illetve az 5-et is felvették volna, csak ugye a gyerek egy helyre adta be a jelentkezést, úgy ugye nehéz tehát többféle lehetőséget kell adni maguknak is a gyerekeknek, de hát ezt majd megtanulják idővel. Egész évben megy a felkészítés, vannak magántanulóink, autisták, mindenféle képességgel, illetve nem rendelkező vagy rendelkező gyermekeink, és egész héten tanítunk, tehát hogy végül is hétfőtől szombat estig nálunk folyik a munka. Említetted a képességeket. Mennyire látjátok, hogy mennyit fejlődnek a diákok, vagy akár a felnőttek? Mennyire látszódik a munkájukon? Van olyan is, amikor blokkokon mennek át a gyerekek, illetve felnőttek is. Mi magunk is szoktunk átmenni ilyen blokkos időszakon. De igazából nekünk az a dolgunk, hogy ezen átsegítsük a gyereket, illetve az életén is múlik, hogy éppen milyen időszakaszban van, periódusban. Most itt a kiállítás nagy részén itt vannak azok a már nagyjából kiszelektált tinieink, akikkel együtt nőttünk fel, mondjuk így, hogy mióta elkezdődött az iskola, ez a 4,5 év munka alatt, ők részt vettek majdnem minden szombaton, vagy majdnem minden táborban, illetve van olyan, aki minden szombaton és minden táborban részt vett. Itt a 4,5 év alatt 19 táboron mi túl vagyunk, de az nem csak itt Egerben, hanem Tajvanon, Békéscsabán, Maklár, Egerszalon, tehát sokfele jártunk. A fejlődés nagyon látszik, illetve lesz egy kiállításunk, október 7-én nyílik majd a Szent Andrea pincészetben, Egerszalókon, ahol a 13, illetve maximum 15
a szelektált csapat lesz, a csiszolódó gyémántok, akiket azért választottunk ki, mert szerintünk a korosztályokhoz képest jóval magasabb szinten állnak már rajzi képességekben. Vannak olyan képek, amikor a tanítványok ugye jönnek azzal a kérdéssel, hogy hát általában adunk egy témát, de van, amikor ugye jön az a leblokkolás, főleg amikor a szabad téma van, és akkor szeretnének valami által valamit lemásolni. És én nem szeretem, ha már meglévő alkotást másolnak, úgyhogy van, hogy fotót választanak, ami nekik tetszik, vagy szívükhöz közel álló fotót. Így volt például a Horváth Zoénk, a Zoé, aki a mi esküvői fotónkat választotta ki, mint alkotást, és azért megküzdött vele, de nagyon tehetséges tanulónk, ő már 14 éves diáklány, és szintén vörös hajú, úgyhogy néha azt hiszik, hogy a lányom, hogy nagyjából úgy is vagyunk a tanítványainkkal, mint a gyerekeink, ugye. Illetve van egy másik nagylány, akinek az anyukájával együtt jártunk az angol kisasszonyokhoz, úgyhogy rendszeresen az anyja nevén hívom a gyereket, és ő is általában Pestről jön hozzánk, és minden egyes nyári táborunkban részt vesz, és hát megihletjük őket mi is, itt néha mi magunk is szereplünk az alkotásokban. Nem nagyon szoktunk adni olyan tanulmányt, ami mondjuk egy csendélet, tehát ugye köcsögök, vázák, poharak, ilyesmi, és a nagylány ugye bajba volt, hogy mit rajzol, és Andrea elé rakott egy pár poharat, ugye a műhelyben, ami volt, egy-két boros pohár, pálinkás pohár, és így elkezdte telepakolni az asztalt. És hát nyilván nem folytott pálinka meg bor, csak ugye azt a kislány tovább képzelte. Hát ott aztán lett egy alvó arc, és aztán, mivel engem látott egész nap, a gyerek engem rajzolt oda szundikával. Ezt a kettőt akvarellel festettem, és ez Bát és Andrát jelképezi, ugye ez az esküvői fotójuk. És ez meg ugye itt az volt a téma, hogy ilyen varázslás, ilyen mágia, és nekem ugye ez is ugye akvarellel van festve, és nekem ez jött az eszembe.